Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit a Namaste Jóga stúdióban Győrben. Köszönöm Katinak, hogy itt lehetünk. És kezdjük rögtön a Dharma beszédet, mivel, hát nem azzal, egy hanghatással fogjuk kezdeni. Figyeld meg először a hangot. Megkérek mindenkit, hogy az Omnám Mantrát hétszer mondjuk el egymás után. Om. Köszönöm szépen. Mondjon valaki gyorsan egy számot 1 és 208 között. Teljes nyugalom. A Lótusz szútra szerint minden jelenség a teljes nyugalom állapotából jelenik meg. Ha az egyenes úton jársz, akkor már meg is érkeztél a buddha csarnokába. Kérdések. Ez a világ már a teljes nyugalom állapotában van. Akkor honnan jelenik meg a nap, a hold és a csillagok. Mit jelent az egyenes úton járás? Mi a Buddha csarnoka? Kommentár. A Biblia azt tartja, hogy Isten teremtett mindent. A buddhizmus szerint a tudat hoz létre mindent. A filozófusok azt mondják, hogy az elme működéséből származik minden. Egy szútra úgy szól, hogy az ürességből jelenik meg minden. Melyik nézet helyes? Ha nem gondolkodsz, akkor nincsenek nevek és formák. Ki hozta létre a név és forma világát? Tudod? Ha nem, akkor így áll te át, az majd megtanítja neked. A kommentár mesteré, a Lotus Sutrát pedig a klasszikus zengyakorlók nagyon sokat forgatják, mert kincs, az ok és okozat többek közt a négy nemes igazság működéséről tájékoztat minket. És a kommentárban bizony szó van azokról a nagyon komoly principiumokról, amelyeket sorozatosan említünk, több ezer éve kommentálunk, de nagyon kevesen tapasztalunk. Az end pedig a tapasztalásnak az útja. Valójában mire jó egy emberi élet? Mire elég egy emberöltőnyi idő? Mire használod azt a nagyon kevés tudatos órát, napot, hetet, éveket, amikor ténylegesen döntést tudsz hozni. Életünknek közel egyharmadát alvással töltjük, vagy hasonló jellegű tevékenységgel. Utána jön még a biológiai fenntartó mozdulat, eszem, iszom és a többi. Az a munka, amit azért végzel, hogy ki tud fizetni a számláidat, és közben mással nem nagyon tudsz gondolni, és akkor ott vannak azok az értékes Mikromásodpercek, amikor befelé tudsz figyelni, és felteszel egy kérdést, hogy ha hiszek Istenben, akkor mi az, ami hisz? Ha nem hiszek Istenben, akkor mi az, ami nem hisz? Ha rákérdezek a tudatra, mi az, ami fölteszi ezt a kérdést? Tehát ki vagyok én valójában? Odahaza, anyuka, apuka, leány, férj, nagy tata, kint pedig autószerelő, pénzügyi szakértő, közgazdász, targoncás, vagy cukrász. Aki csak egy picit is volt színházban, és átélte, hogy ott mi történik, szerepeket látsz, és minél jobban átéljük a szerepet, annál hitelesebb az előadás. Kétféle színjátszás van. Az egyik, amikor felteszed a maszkot, és jól eljátszod a szerepedet, és végig látszik, hogy ki van a maszk mögött, de a mesterségbeli tudás az felettetni tudja. Tudod, Erkel Színház, hogy Sinkovics játsza a bánkbánt. Mindenki tudja. De milyen jó játsza. Tehát egy kicsit elfeleded, hogy ő van a színpadon, mert a mesterségbeli tudással nyugodjon békében akkora volt, és úgy játszott, hogy nagyobb. A második típus az az, amikor a színész maga elfelejti, hogy ő ki a színpadon arra az időre, amíg a szerepet százszázalékosan játsza. Kijön Őze Lajos, és nincs Őze Lajos a színpadon, csak Biberach, és beleborzongsz, és elfut minden, és átfut rajtad a hideg. Tehát akkor ő megszűnik, és nem az avatáron van egy maszk, hanem eltűnik az avatár, és megjelenik egy újabb avatár, egy újabb személyiség. Képzeld el, hogy a hétköznapi énelt különböző szerepei ugyanígy változnak. Te teljesen hitelesen vagy anyuka, leány, apuka és nagytata a családban, ugyanolyan hitelesen vagy pénzügyi szakértő, targonca vezető, cukrász a mindennapi élet forgatagában, és ezek a szerepek változnak egyre gyorsabban. Egyre több ilyet veszünk magunkra. Ki a rendező? Ki az, aki ezt az egészet rendezi? Vagy mi az? És hogyha hitelesen, autentikusan akarunk élni, akkor a rendező minőségét, miben létét nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ha mégis ezt tennénk, akkor szerepek sokaságát előbb-utóbb gépiesen ismételjük csak az érzékszervi kötöttségek az érdekvezérelt élet hívásaira és félelmeire hallgatva. Ki rendezi ezt az egészet? Ki játsza ezt a szerepet? Egy kis apróság. A rendező sohasem jelenik meg a színpadon. Nincs jelmeze, nincs ruhája, még teste sincs, még elméje sincs. De van valami, ami megnevezhetetlen, amely csak a pillanatnak a teljességében tapasztalható, amely egy üres felirat nélküli szék a színházban, és itt belül a lélek és test tudatossága, a nem tudható tiszta jelenlét tapasztalata. Ennek a pillanatnak a teljessége, amelyet csak akkor tapasztalhatsz a maga igazi mi voltában, amikor elvágod a dualisztikus gondolkodást, meghaladod a jelenségek áramlását, és visszatérsz a mozdulatlan nem tudathoz. Mit hallottál a bevezető komban? Ez a világ eredetileg nem mozdul. Sőt, ez a világ eredetileg nem keletkezett. Miért fontos ezt kimondani? Mert ekkor kerülünk vissza teremtő mi voltunkba, hogyha ezt realizáljuk. Eredetileg te vagy a rendező, de te mész fel a színpadra és játszod el a szerepet. A világ nem mozdul, de a tudat teremti az egészet. A látást, a hallást, a szaglást, a tapintást nem tudnánk érzékelni a szem, fül, orr, nyelv és test nélkül. A test és a lélek Összekapcsolódása az élet kezdete, és ekkor megmozdul a világ. Megszületünk, és elkezdünk gondolkodni, érezni, beszélni, cselekedni. Rálátsz-e ennek a mozgatójára? Ha rálátsz, akkor értelmet is tudsz adni az életnek. A gyakorlat nem pusztán letisztít és megnyugtat, hanem olyasféle távlatokat nyit meg, amelyekre szerintem, mint emberek, nekünk nagyon nagy szükségünk van. Enélkül nem tudnánk a kétségeinket meghaladni, a gyötrelmeinket feloldani, a szenvedés tényét és okát meglátni, és nem tudnánk a megszüntetésének az útján járni. Ennélkül a tudatosság nélkül nem megy. És érdekes módon ahhoz, hogy ezt tapasztaljuk, vissza kell térni a nem mozdulóhoz, a nem keletkezethez. Ez az én gyakorlata. Ahhoz, hogy a színházat jól lásd, le kell jönni a színpadról. El kell foglalni a rendező székét. És látni azokat a szerepeket, amelyeket megrendezel magadnak és másoknak napról napra, pillanatról pillanatra. Miért játszod? Miért teszed? Miért mondod? Csak magadért? Csak a családodért? esetleg az országért, a társadalomért, az emberekért, az összes lényért, meddig mered kinyitni a zoom optikát? Milyen tágra? Nagyon sokan, sokfélet gondolunk az élet és halál körforgásáról. Sokan félünk tőle, sokan remélünk valamit tőle, de az ok és okozat megismerése nélkül nem tudjuk a karmát uralni. Ennek a törvénynek a megnevezése Szanszkétúl darma. Az ok és okozat működését, hogyha helyesen látjuk, akkor tudjuk uralni. Hogyha valamit nem tudunk uralni, akkor nem láttuk meg annak a tatváját, a működésmódját, és akkor a világtörvénytől, a darmától távol vagyunk. Ennek a törvénynek egy része, nagyon kicsi része létezik írásban. Az írott törvény akkor jó, amikor átfedést mutat az íratlan törvényel. Ha az írott törvény csak emberi vágyat, haragot és téves nézetet közvetít, akkor leválik az íratlan törvényről, és pusztán elmesszülemény lesz. Ezért nem csak az a törvény, amire az van írva, hogy törvény, hanem az, ami a lelkedben működik. Az a tudatosság, amely megmutatja, hogy valójában te hogy működsz, és a világ, az emberek hogy működnek. Merj visszatérni a nem mozdulóhoz. Merj visszatérni az üres rendezői székhez, ahol nincs szerep. Ahol te úgy érzed, hogy mint avatár, mint inkarnáció, mint személy, te nem vagy, mintha nem léteznél. De igen, csak a teremtő állapotában, nem a teremtett állapotában. Nem jellemző arra a tudatosságra, hogy ragaszkodna a látáshoz, szagláshoz, tapintáshoz, ízleléshez, gondolkodáshoz, az érzelmekhez, a beszédhez és a cselekedethez. Lásd meg, hogy a teremtés, megtartás és elmúlás hármasságát miért jelölte az indiai Panteon három istenséggel. Brahmának, a teremtőnek egy temploma van egész Indiában. Miért? Azért, mert nincs semmilyen attribútuma. Nem lehet megfogni, nem lehet látni. A rendező nem játszik egyetlen szerepet sem a színpadon, semmiet. Nem keletkezik és nem múlik el. Lényegében teljesen anyagtalan és gondolattalan. Mégis ebből a megnevezhetetlenből, tudhatatlanból származik minden. Vistunak, a megtartónak már sokkal több temploma van, nagyon sok attribútuma van. A teremtettségre jellemző, hogy nem szeretnénk az erényeinket elveszteni, nem szeretnénk elszegényedni, nem szeretnénk olyan helyzetbe jutni, hogy mások kegyelméből vagy puszta segítségéből kelljen élnünk. De mégis a legtöbb temploma sívának van. Vajon miért? Nézd meg azt a háromágú szigonyt, amit ott tart a kezében. Az mozog, az nem pihen. A kozmosz táncát síva járja, és ott van az egyik hegyén az elmulás, a mulandóság, másik hegyén a tökéletlenség vagy befejezetlenség, és a harmadikon a kölcsönös függés. És ezért, hogyha erre a három minőségre figyelsz, akkor helyesen játszod a szerepet. Mit teremtesz? Mennyire tartod magadat az élet színpadán? Milyen szerephez ragaszkodsz? És mi az, amit engedsz elmúlni? Ha megnézed, háromféle alapvető tudatminőség van a Földön, ezt az indiai gondolkodásmód három nagy osztályba sorolta, Sanskritul triguna. Az egyik, amiben nagy részünk él, ez a ragyasz, ez a tűz. A vágy tüze, a harag tüze, a pozitív ragyasz, amelyik inkább a teremtésben éli meg ezt a tüzet és a negatív rajzsasz, szóval inkább a rombolásban éli meg ezt. Aki ezt meg akarja haladni, és ennek az ellobbanását keresi, a puszta tudatosságot, a vágytalanságot, a ragaszkodásmentességet, a szerepek nem kibocsátását, a színpadra való fel nem lépést, ez a szatva, a levegős. A szatva a meghaladást keresi, a megszabadulást keresi, azt a fajta tudatosságot, amely a brahmai teremtő minőségbe visszatér, sőt visszatér a teremtetlenbe, mert a teremtő az nem teremtett. Nézzünk ezzel szembe. Mindenki valamilyen pozitív eredményt vár a darma gyakorlatától, csak a legfőbb kötelességünk ennek a teremtetlennek az elérése és az ebbe való belépés. Ennek a tudatállapotnak a Lotus Sutra szerint a nem keletkező és nem múló tudatállapotnak a tapasztalata. Ezért minden dualitás meghaladása az az út, ahogy a teremtett lembe be lehet lépni. Ebben a testben meg lehet tapasztalni. A harmadik, a sötétebbik változat, ez a tamasz. És ez pedig az a fajta kényszerű kötés, amely rengeteg téves nézetet, haragot és kapzsiságot tartalmaz. Ez a fekete ez az a kátrányszerű, kényszerű kötés, amelyben azok élnek, akiknek a lelki szemei elsötétültek, és még alapszinten sem látják az ok és okozat működését. A ragyasz nagyon sokféle helyen gyógyul, leginkább kórházban. A szatvának a tartózkodási helye főleg a templom, a tamaszé pedig a börtön. A sívai minőséget, a mulandóságot, a szatva megszabadulásnak éli, a rajasz megtisztulásnak, a tamasz pusztulásnak. Ugyanazon jelenségcsoportot a három minőség három teljesen különböző módon éli át és fogja föl. Mi az igazi különbség? Nem a társadalmi helyzeted, nem a nemiséged, nem a magaddal hozott karmát, hanem pusztán az a tudatosság, az a megvilágosodottsági fok, amely szerint helyesen látod a törvény működését, vagy sem? Tudatában vagy-e a test és lélek miben létének, vagy sem? Tudatosan játszod a szerepeidet, vagy sem? Ez a döntő, és nem más. Amikor Sákyamani Butha arról beszélt, hogy minden lénynek putha természete van, és minden érzékszervez kötött lény képes a megszabadulásra, pontosan ezt mondta ki. Nem korábbi karma függvénye az, hogy te eléred -e a felébredés, hanem pusztán az ebben a pillanatban tett erőfeszítésé. Nem több, nem kevesebb. Ne függ se panteontól, se múlttól, se kultúrától, se felvett vagy rádoztott identitástól. Indulj ki egyetlen egy mélyen föltett kérdésből, mi ez? Mi ez, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, gondolkodik az elmémmel, érez a szívemmel. Mi ez? És ekkor eljutsz addig a mozdulatlan, nem keletkező és nem múló tudatig, amerről nem csak a Lotus Sutra beszél, és a zenkóanok paradoxonai eljuttatnak ennek tapasztalatáig, hanem bizony, mélyen ott van az bennünk kimondatlanul. Ez az, amit tapasztalhatunk, ez az, amelynek a gyakorlatáért időről időre összejövünk, ez az, ahonnan jönnek a kérdéseid, és amely meghallja a válaszokat is. Kinek van tehát kérdése? Nekem az lenne a kérdésem, hogy amikor az életben itt vagyunk, akkor az útunk az már előre le van fektetve? Nem. Jó. A korábbi inkarnációk tapasztalata és az ahhoz való kötődés, az határozza meg ennek a születésnek a körülményeit. Azon túl, hogy megszülettél, minden szépen változtatható tudatosságod mértékében. Amennyiben tudatában vagy az elme működésének, annyiban tudsz változtatni rajta. Van olyan karma, amely ebben az életben mindenképpen kijön, ez túl prarabda karma, mert olyan gyümölcs, amely ebben az életben megérik, szó szerint a gyümölcs oldal. Nem azt jelenti, hogy nem ébredhetnél föl. Nem azt jelenti, hogy ne lehetnél tudatos minden egyes pillanatban. Tehát vannak olyan valószínűségek, amelyeket hozol, és hogyha nem figyelsz, be is teljesül. Ha viszont figyelsz, akkor felébredhetsz ezekből a tendenciákból, szokásokból és azonosulásokból. Honnan tudod, onnan, hogy rengeteg energia szabadul fel. Megnyílik a tér, megnyílik a választási lehetőség, és akkor tudsz a sorsodon változtatni. Ha tudatos vagy, és helyesen döntesz, akkor utad van. Ha nem vagy kellőképpen tudatos, akkor úgy érzed, hogy sorsod van. Itt a lehetőség. Azt szeretném megkérdezni, hogy honnan tudom én azt, hogy jó úton járok-e? Nem termelsz szenvedést, és nem szenvedtett téged annyi ember, mint korábban. Megnyílik az út természetesen a szeretet, a boldogság és a középút arányos létezése felé. Ha egyre többet szenvedünk, szenvedtetünk, egyre több dualisztikus gondolattal és képzettel élünk, egyre többet sérülünk és sértünk, akkor biztos, hogy valamit nem csinálunk jól. Ha pedig egyre inkább erős és tiszta tudatunk van, egyre inkább a középúton járunk, egyre kevésbé azonosulunk a duális képzetvilággal, akkor esélyes, hogy nem termeljük újra a szenvedést, és nem hagyjuk, hogy mások újra termeljék a mi passzív segítségünkkel azt a szenvedést, amiről nem is tudunk. Az, hogy te nem szenvedtesz valakit, az nagyon szép és nagyon jó. Ne válj eszközzé senki más kezében azért, hogy ez mégis beteljesüljön nagyon fontos. Onnan tudod, hogy az ember egy nagyon megjósolható lény, mindenki a boldogságot, stabilitást, jólétet, szeretetet, táskapcsolatot és egyebet keresi, és hogyha megkapta, akkor mit csinál vele? El is pazarolja nagy részt. Ráül az eredményre, adottnak veszi a környezetét, az emberit, az anyagit, és elfeledkezik arról, hogy hogy került ő oda, hogyan teremtette ezt meg, milyen elképesztő erőfeszítés kellett generációkon keresztül, hogy most ez így legyen. Nem veszítjük el az ok- és okozatlátását, ez a legelső. Fenntartjuk azt az irányt, amely lényegileg nem tesz különbséget a magam és mások boldogsága között. Ha bármelyik sérül, akkor valamit hibáztam. Nagyon sok és világos jel mutat arra, hogyha az ember a helyes úton jár, és arra is, hogyha nem ezeket nyitott szemmel, nyitott füllel, világos elmével nagyon jól felfoghatjuk. Köszönöm. Szívesen. Ebben az életben elérhetjük-e a megvilágosodást? Tehát lehet-e szamádhi? Vagy lehetünk-e, elérhetjük -e ezt itt, ezen a földön, és itt mondjuk Magyarországon mi? Így? Nehezíted a kérdést. Igen, az mert utoltaggal. hogy... Hát persze egyedül erőfeszítés és helyes irányvétel kérdése. Tehát a Tao Te King az az irányvétel és az erőfeszítés kérdése, mint a navigációs program és a hajtáslánc az üzemanyaggal együtt. Tehát el tudod érni, mindenki el tudja érni, és vannak olyan inkarnációk, akik ezt be is mutatják most Buthára, Jézusra, és a hasonló, full megvilágosodott lényekre gondolok, mint hogy Sri Ramana Maharishi például. Tehát, hogy ne csak a nagyon régi példa, de mondjuk Szent Ferencet és Bóti Darmát is szeretném ebbe a gyönyörű osztályba sorolni, van kikről példát venni, közel és távol. Úgyhogy kövessük azt, akiben hiszünk, akiben bízunk, és akkor azt a tant is tudjuk követni, ami szerint ugye ez elérhető. Igen, lehet oktatóként dolgozom, és én jogázom. Tehát engem az vitt el idáig, hogy én most itt ülök. Tehát azért valamennyit nyílik a tudat. És Nem hogy, is a igen, igen. A. És hogy elérd mondjuk egy megvilágosodást, vagy egy olyan, legyen ez az ánanda, ehhez kell egy mester mindenképp, vagy egyedül is megy? Nem láttam vagy kell ajatt, talán... hogy tanító nélkül menne. Tehát mindenképp mesterre van szükség. Igen. És ezt elsősorban a történelmi példák mellett a saját hibáimból szeretném kicsikét yeah. leszűrni. Persze, tehát amikor tanító nélkül gyakorol az ember, akkor úgy megy a falnak, tehát a saját véleményéből alkotott falnak, hogy hihetetlen. Amikor arról van szó, hogy az ember és a világ kapcsolatát, vagy a belső útnak a tisztaságát fel fedezni, tényleg vannak a környezetünkben olyanok, akik 30-40-50 évvel azért előttünk járnak. És hogyha nem tanítód, akkor legyen a mentorod, legyen valaki, aki tisztelsz és mondjuk beszélgetsz vele. Ha valaki óckodik a szervezetektől és az ilyen ruházmányba öltözött, esetleg felhatalmazással bíró emberektől, akkor nem kell oda menni. Találjon valakit, akit tisztel azért, mert mondjuk többet tud, mint ő. Több tapasztalata van, mint neki. És akkor nem követi el azt az elképesztő arroganciát, hogy én már tudom. Igen biztos? Akkor most elhelyezünk téged egy nagyon komoly konfliktusban, mint jégkockát a forró vízben, nézzük meg, hogy most mit csinálsz. Tanító kell, tanítás kell, tanítványi közösség kell, ez a buddha, dharma és szanga hármassága. Itt most megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a jelenlétet minden olyan csoportnak, akik itt most képviseltetik magukat, több taggal. Kezdvén darma testvéreinkkel Veszprém kövágós vidéken, az Amitápha Darma közösséggel, a Soproni, a Győri szangánk és a teljesen kezdők, akik most itt megjelentek. Egyszerűen enélkül az elhatározás nélkül, hogy tanuljunk, együtt fedezzük fel a darmát és közösen gyakoroljunk, enélkül nem megy. Ha látnék jobbat, hidd el, mondanám, van valami kis huszárvákás, vagy egy ilyen kis rövidítés. Nincs. Tehát nyugaton nagyon sokan keresik, és nem gondolom, hogy innen jött volna a kérdésed. Sok olyan kérdést kaptam máskor máshol, hogy szóval van-e valami hatékonyabb út, az a kis rövidebb? És akkor én visszakérdezek, hogy hát mennyi karmát szeretné beledobni abba az útba? Hány onnantól kezdve látja, hogy nincs objektiválhatóan rövid vagy hosszú, de neked vannak komolyabb vagy könnyebb ragaszkodásaid. Keményebb vagy könnyebben levethető azonosulásaid. És hogyha nincs tanító, ha nincs valaki, aki azért lóhosszal előtted van, akkor nincs, aki segítsen. És hogyha keresel tanítót, akkor tényleg találsz. Ez biztos. Azt kívánom, hogy mindenki találja meg azt a közösséget, azt a tanítást és azt a tanítót, ahol úgy érzi, hogy haladhat. A haladás az nem azt jelenti, hogy minden perce a gyakorlatnak egy édes élmény. Nem. Nem, mint ahogy a jogában is, nem minden egyes ászadna után ilyen fantasztikus, harmonikus testérzettel, lélek tudatossággal. van, amikor elképesztően le vagy fáradva, úgy érzed, hogy itt meghúztad, fáj derekad, tapaszt van a válladon, nem akarsz, de akkor is megcsinálod. És kész és a teljes kimerültségből egy másnap reggeli napüdvözlet sorozat úgy kimar, és olyan elképesztő, hogy gyorsan újra töltöd a pránatárat, hogy nem is tudod elképzelni, hogy hogy gondolhattad azt, hogy te aznap reggel nem jogázol. Hát az a legnagyobb szentségtörés. Hát olyan nincs is ezek olyan belső fogodzók, hogyha nem jártak volna előttünk olyan emberek, akik mondjuk kitalálták volna ezt a gyakorlatsort, vagy ugye az advaita védán, tehát pár ezer ezelőtt úgy, hogy kisimították volna, és írásokba foglalják, hát akkor nem nagyon lenne itt támpont. Szándékosan most nem a Tang Dinasztia beli zenmesterekről beszélek, mert azt már hallottátok eleget, itt van a könyv, stb. Azért beszélek más hagyományvonalakról, mert a mély pontosan ugyanúgy működik. Ha nincs tanító, tanítás és tanítványi közösség, akkor vagy szétesik, vagy pedig átalakul valami egészen mássá, miközben még mindig azt tetteti, hogy ugyanaz, mint volt. Ezek a teljesen elváltozott hagyományvonalak, amikor valami egészen más lett belőle, és szándékosan nem mondom, hogy mi, mert nehogy valaki magára vegye. Azt kell nézni, hogy az eredet irány még megvan-e, még emlékszünk-e arra, amit mondjuk a buddha tanított, hogy például ébredj föl és segíts minden érző lénynek a megszabadulásban, mert ez ezt jelenti. Ezért fordulunk nagy tisztelettel minden érvényes hagyományvonal felé, mert itt valami olyan kincs van, amit újra és újra felfedezhetünk. Csak a saját barlangunkba úgy le kell menni, nem szabad megragadni a kincselteli ládák, a fák és az egyebek csábításánál, és akkor kihozod azt a teljesen dísztelen rézlámpást a napvilágra, amit megdörgölgetsz, és kijön belőle a gin, És azt mondja, hogy mivel szolgálhatok, kedves gazdám? Na, a szufiék így írták le igazi önvalónk tapasztalatát, a tudattalannak a mélységeit, a karmához való ragaszkodás veszélyét. Tessék, ilyen szemmel elolvasni a szufi meséket, aztán pedig a magyar népmeséket is, mert van benne bőven ilyen utalás, és akkor rájössz, hogy ez minden csoportkarmában benne van, csak nem mindegy, hogy milyen uh, tudatosságig hozták ezt ki. Hogy ne csak általánosságokat haj, az milyen, amikor megmondja a király a lánynak, hogy igen, jöjjön fel a palotába, úgyhogy úton is megy, meg nem is hoz is ajándékot, és nem is, fel is van öltözve, meg nem is. Tessék megkeresni. Ez a koan. Benne van a magyar népes egy olyan paradox, ami egy teljesen új világot nyit meg. Hát a leány számára biztos, mert ahogy azt a mesében tudjuk, hát királylány lesz, meg királyné. Megoldotta a kuant. Igazából én már ezzel a kérdéssel jöttem ide, csak nem akartam föltenni, hogy hagytam másnak lehetőséget, hogy amikor eljutunk ilyen fennkölt spirituális magasságokban ezt így lerántom majd ide a spiritualitásból Ráncsad, a, majd a mocsárba, a... ide a materialis mocsarába, de egyébként. De nekem a szamszárát is. Na, mondjad. Fog ez csatlakozni, nekem az a problémám, ugye régebben úgy kezdtem ezt a mondást, hogy vannak olyan emberek, de tudom, hogy akkor egybe mondod, hogy mi a problémát, Tehát ez az én problémám, Tanulsz, hogy, Ugye? Tehát igen, ez Tanulsz, némi fejlődés, évekulta, de, a kérdezzel egyre jobban, de And megrekedtem ugyanis, a következő az én problémám, az elhangzott, meg többször mondott te is, meg ezt tapasztalod, és tommi, nagyon jó dolog följárni az embernek az eredeti fény és ott eltölteni rövidebb, hosszabb időt, az egy teljesen más környezet, teljesen jó környezet fölkészültem én a templomi szabályokból, engem ott különösképpen mindent el tudtam fogadni, sőt, kifejezetten örültem a szilenciumnak is, van akinek ez borzasztó nehézséget okoz. Hát nekem nem, nekem az okozza a nehézséget, hogy az, és azért is nem voltam még hosszabb gyakorlaton, csak az zen táborban, mert a kettő között van különbség, hogy miért nem lehet elmosogatni a tányért étkezés után. Hát elmosogatod. Hát, de én úgy, nem úgy, úgy rendesen szeretném. gondoltam. Az hogy néznek éppen. ki egy 1200 fős kolostorban Kínában a hegy tetején? Jó, de Te. hát értem én, csak ott van zuhanyzó, meg angol vécét, ezeket is használjuk. Kínában. Nem a bokor Nem, az eredeti fénybe, tehát van nem igen. a bokorba járunk, és gondoltam, hát már mosogathatnánk is, vagy legalábbis. Figyeled ugye? az ízét, Te. tehát, hogy ért... Ez tapasztalati alapú, ez biztos. Mosogathatnánk ott, mert tulajdonképpen legalább csak egy kicsit, vagy valami, mert tehát, hogy ez az egy hiányzik a komfort ez még azon is gondolkodtam, Cseng. hogy... Csempészekbe citromolajat egy keveset a fűszeres tálcán, amit a mosogató vízbe tennél? Ne! Ugyanis ott van a tea. Tehát a forró teával szoktuk elmosni a tálat. Az, hogy ez bizonyos problémát jelent, az egy nagyon jó jel. Ugyanis akkor karmád van ezzel az egész. Ha teljesen közömbösént átszaladna rajtad, ugye, mint neutrino a falon, akkor nem lenne semmilyen karmád vele, örüljünk neki. Elmondanám, hogy ha 90 nap alatt bármiféle ilyen gigszer lenne, az olyan gyorsan kiderülne, hogy nagyon. Az a jó hír, hogy el tudod mosni teljesen tisztára az egészet. Mind a négy tálat. Különösen, mert az egyikben csak víz van. Négy tálas értkezés, hagyományos Kínából, mert ugye budha idejében csak egy tál volt, azt bevitték oda a nem volt kolostor, nehogy azt így ilyen ligetekben laktak meg, mentek egyik erdő a másikba. Tehát volt egy asztal, arra ráöntöttek mindent. Gondolod, hogy volt digitális, hogy 12-ig meg kell lenni? Nem, nézték a napot, zeniten átmentek, utána nem ettünk, szervusz. Miért? Mert délután már ne kéne ezzel foglalkozni. Ez Kínában kicsit differenciálódott. Az egy tálból négy lett, az egy tálnak, a legnagyobbnak csak a rizs fogadása volt a funkciója. Azért emeled meg, mert az a buddha A levesest már nem emeled meg, egyrészt -egy a homlokodra ömlik, másrészt meg semmi köze az első, csak ilyen kis hozzávaló, ugye? És aztán még zöldség, meg fűszerek, meg egyemek. Csak azért mondom, hogy ha nem voltál még egy ilyen kultúrált templomi étkezésen, akkor nem tudod, hogy milyen. És amikor befejezted, vagy nagy részünk befejezte, akkor teát kapunk, és ezzel a forró teával elmossuk mind a három tálat, amelyet használtunk. És azt a tálkészletet csak te használod az elvonulás alatt. Amikor az elvonulásnak vége, na akkor elmossuk, de úgy, ahogy azt te szeretnéd minden nap. Én arra kérlek, hogy bíz magadban. Bíz a te a forróságában. Bíz abban, hogy a kezed főleg az ujjait használatával oly mértékben el tudod mosni azt az edényzetet, hogy egy darab, egy mikromolekulányi ételmaradék sem marad rajta. Miért? Mert ez lehetséges. Tehát, hogyha ez emberileg lehetséges, akkor azt elmossuk, megisszuk, kiöblítjük, öblítővizet fölajánljuk, és utána pedig boldogan összetekerjük a tálkészletet csak azért, hogy a nap további részében egy újabb formális étkezésen kibontsuk azt. Az lenne a kérdésem, hogy azt te is mondtad már darma beszédben is, meg hát elég gyakran ezt az ember érzi is, hogy példának okáért azért az ülést nagymértékben megkönnyíti az embernek a, a gyakorlást. Tehát például a joga gyakorlása, vagy valamilyen. Ezért olyan tanítanak módszer. jogát nálunk az összes elvonulásra? Ja. Mindenen. Mert az nem járja, hogy fizikai korlátaink miatt azt higgyük, hogy a zen az a comb, a térd és a derék fájdalmáról szól, nem beszélve a két lapocka közti izomcsoportokról, amelyek negatív szilvás gombócként be tudnak oda kötni, és azt hiszed, hogy ez a zen nem, ez a te fizikai állapotod. Zenhez semmi köze. Ha ezeket föloldom, és a meditáció élményét átváltoztatom a nyitott nádik, fantasztikus ugye prána áramlásává, akkor meg azt hiszed, hogy ez a zen, ez ugyanolyan hamis, de legalább kellemes. Tehát amikor megjelenik a, a, karmád, és azt egy picikét lefaragod magadról, akkor azt mondjuk, hogy kezdődött valami. Megoldasz egy koant, mert a paradoxont így az intuíciót kinyitja, akkor elkezdtünk haladni az úton. És, mint azt tudhatjuk, az útnak nincs vége. Te leszállhatsz róla, de hogyha már rajta vagy, akkor nincs ez az épelmélyű ember, amelyik azt mondja, hogy nekem ez a belátás, ez a felébredés, ez az együttérzés, ez a bölcsesség, amelyek mind a melléktermékei ennek a gyakorlat típusnak, hogy az nem kéne. Olyan van, hogy formát váltunk. Még olyan is van, hogy hagyományt váltunk. De a lélek a tudatosságot nem váltja föl valami egyébre. Tehát visszacsúszni már nem akar. Örömmel jelenthetem, hogy a fizikai fájdalom az még a kisebbik része az egésznek. Amikor belül valami olyat látsz, amit már nem tudsz eltakarni, és még nem vetetted le, na az úgy tud égni, nincs az a bűntudat te, amely olyat tud. És már azt is tudod, hogy az azzal való azonosulás is hiba. Tehát a bűntudat is egy menekülés. Addig nem láttad? Most, hogy látod, miért akarod vele eltakarni a szemedet? Tehát mind a szándékos vakság, mint pedig a kényszerű azonosulás a hibával gátolja annak a kiavítását. Nézzünk ezzel szemben. Na, itt kezdünk el felnőtté válni szellemileg. Igen, a kérdésem viszont arra irányulna, hogy ha valaki az életének a részeként rendszeresen jogát gyakorol, és abban a szerencsében van része, azért mondom, hogy nekem ilyenben nincs, tehát abban a szerencsében lenne része, hogy van egy tradicionális hagyományvonal, ami teljes egészében a jogát tanítja, tehát annak mind a meditatív, mind egyéb részeit, Ugyanakkor ez, ez az illető szeretne zent is gyakorolni, ez a kettő nem zeli a ki egymást. Tehát nem, nem csak hogy a nem, gondol, fizikai... itt lennék a Namaste Joga stúdióban és beszélgetnék nagyon barátságosan, hogyha ez kizáró lenne. Ne gondold ezt. Nemhogy nem kizáró, én úgy érzem, hogy a kettő gyönyörűen tud egymás társaságában létezni, nem csak a és, van, és a... elképesztő jó hatással van egymásra akkor, hogyha megfelelő a hozzáállás. És Természetes, persze. Köszönöm. Az lenne a kérdésem, hogy te már, ha jól emlékszem, a 90-es évek óta jársz a szerzetesi úton, és azóta eltelt, idestova, több mint két évtized. És mi a tapasztalatod, hogy itt Magyarországon a tanításának megítélése, befogadása, hogy változott ez alatt az idő alatt? Fogalmam sincs. Olyan kevés emberrel találkozom. Én inkább azt gondolom, hogy doktrinától függetlenül meg kéne nézni, hogy a csoportkarmánk mit mutat. Tehát nem azt, hogy a buddhizmusról mit gondolnak. Az emberek <haz> nagy része nem ismeri, vagy ha gondol róla valamit, az nem kellően megalapozott maradjunk itt ennyiben. Tehát az ország nagy része hallomásból és nem tapasztalatból ismeri, ha ismeri. És éppen ezért ezzel nem kéne foglalkozni. Azzal kéne foglalkozni, hogy valójában a társadalom milyen állapotban van ahhoz képest, hogy szenvedés, oka, megszüntetése és a megszüntetés útja per nemes nyolcrétű amely mondjuk a megszüntetés útjának az alapvetése, helyes nézet, helyes beszéd, helyes cselekvés, helyes erőkifejtés, helyes életvitel, helyes gyakorlat, helyes elmélyedés. Itt hol tartunk? Ki mit tud, az már a Szovjetunióval együtt lejárt. Mit teszünk? Hogy élünk? Mit csinálunk egymással? Ne én adjam meg a választ, használd a saját szemedet meg a füledet. Így. Az, hogy a buddhizmus csak ki mit tud, lényegtelen. Milyen minőségű életet élünk mi, és milyen minőségű egzisztenciát adunk a másiknak ezáltal? Itt van a kérdés. Hogy a, ezen a minőségen hogyan javítunk, az eszközrendszer lényegtelen, csak valami eredmény kéne. Gyakorlati kérdésem lenne, hogy tudom, hogy az ülő meditáció során ugye, többféle technikát is alkalmazhatunk, viszont eleinte érdemes egynél kitartani. Honnan tudjuk, hogy az a technika jó, illetve mikor érdemes adott esetben más technikát kipróbálni, például a mi ez kérdés, mantrát, vagy melyiknek mi lenne az előnye? Az a helyzet, hogy azt az előző kérdések egyikére válaszképp mondtam, hogy itt azért tanító nélkül ez elég nehézkes az elején. Onnan tudod, hogy a meditáció helyes, hogy például egy kuan interjún helyesen válaszolsz a koanra. Ez mérten a világban, az életben is elég jó megoldásokat adsz olyan problémákra, amelyeket addig nem helyesen oldottál meg. Honnan tudod, hogy megoldottad, hogy a probléma nem jelenik meg újra. Az eredmény beszél, tehát nagyon fontos a helyes irányba tett erőfeszítés, de a zen elképesztően konkrét. A maga rendszertelenségében, vagy nem logikus struktúrához való kötődésben. Maguk ezek az esetek, ezek a koanok, ezek az intuíció különböző fokú működését mutatják, vagy annak a hiányát. Teljesen mindegy, hogy milyen technikát használsz, hogyha állandóan birizgálja belül az érzékenységedet, és úgy tűnik, hogy nem passzol a lelki alkatodhoz, arra van a tanító, hogy segítsen. És akkor azt mondod, hogy három hete gyakorlok a kérdéssel, és úgy érzel, mint hogy egy harmadik fülem nőtt volna itten ki a tarkomat. Jó, a mantra lesz. Fontos, hogy megfelelő tanító, megfelelő kezdő tanítást adjon neked, és akkor esélyes, hogy már a kezdő gyakorlatforma is a helyén van. És akkor kiderül, hogy a tudatminőség úgy javul, hogy az interjú szobában olyan problémákat oldhatsz meg, amit addig soha, és a már ismert problémákat kint a való világban, ezért jobban oldod meg. Az a szép a kuampraxisban, hogy semmi módon nem ültethető át közvetlenül a mindennapi életbe. Olyan történet világ, ahol bármit hibázhatsz, bárhányszor visszamehetsz a tanítóhoz, lényegi következménye nincs. Az itt szerzett tudati tisztaságot, jártasságot, belátást, a karmától való megtisztulást, mint minőséget kiviszed a mindennapi életbe. És ott viszont kiderül, hogy pontosan mennyit fejlődtél. Az élet kegyetlen. Egy hiba és évekig takarítasz utána. Ne kelljen. Ne válságról válságra éljük az életet. Nem mindig a faladja a másikat. Ne higgyük azt, hogy ennél följebb nem emelkedhetünk. Úgyhogy bizony nagyon világos ismérvei vannak a haladásnak, lehet mérni. Hogyan kell dolgozni egy koanon? Először úgy, hogy nem tudod. Az egy nagyon jó állapot. Amikor már az elme tényleg elismeri, hogy nem tudja, akkor kezdődik az igazi munka. Amíg az elmeit mókol jobbra-balra, addig mindenféle megoldást a saját okosságában a felszíne dob, és akkor a tanítónak az a dolga, hogy Szilárd, de együttérző bölcsességgel azt mondja, hogy nem. Ez sem, az sem, és amaz sem. Lőd ki az összes golyót a tárból, nagyon jó. Akkor már nem tudsz mire gondolni, és akkor van az, hogy nem tudom. Ekkor kezdesz el dolgozni a kuan. Mivel nem tudod, elmegy a tudattalamba, és a gyakorlatot te utána küldöd a mantrát, a kérdést, a térés, a hangfelfogását. És amikor ez a nem tudom eléri ezt a kritikus tömeget, hogy az intuíció kipattam belőle, az fogja kinyitni a koant. És egyszer, akár úgy, hogy bevásárolsz, vezetsz, beszélsz, vagy bármi, csak így áttörje a tudat küszöböt, és megmutatja magát, na akkor kell gyorsan keresni egy zentanítót, lehetőleg azt, aki adta a koant, mert valószínűleg azt fogja a választ is visszaigazolni, és akkor elmész oda, és azt mondod, hogy mestermester. Mester, tudom a koant. Nagyszerű, hát akkor így áll egy csésze teát előtte, és akkor lesz egy interjú. Ha pedig elvonulsz, akkor az elvonulás minden egyes meditációjakor felteszed a koannak azt a kérdését, már néha több van, amit épp akkor te nem tudsz. Viseld el, hogy nem tudod, és a meditáció további részében, ami a Következő 49,5 perc. Ne gondolkodj a kohannon, hanem tartsd ezt a nem tudhatót. Ez úgy működik, mint amikor egy homokszem belekerül egy kagylóba. Az elme elképesztően szenved attól, hogy nem tudja. Mert ezáltal a folyamatos narráció és tudás által tartja fönt az én képzetét. Teljes kollapsus lehet. Vagy egy sima bomlás. De az, hogy az önképet valami el fogja vinni, az biztos. A zenben tuti. Na erre találták ki a koanokat, amik egy gyönyörű, paradox, rejtélyes és brutális módszere annak, hogy az én képzettől megszabadulj. Innentől kezdve, hogy a kajdló befogadta ezt a homokszemet, mert kérte a tanítást, elkezdi az erőfeszítésből a gyöngyöt szépen hízlalni köré. És amikor megérik a gyöngy, akkor a kajdló kinyílik. És ott a megoldás. De praxis nélkül nem megy, erőfeszítés nélkül nem megy, és amíg a homokszemmel foglalkozol, szépen nő körülötte az energia, mert a megoldatlanság az ugye energiát vonz, addig viszont a habituális, a karmára, az összes addigi berögződöttségedre fordított energia mennyisége csökken. Ez is a praxis egyik mellékhatása. Azért fontos, mert a paradoxon az kinyitja a tudatot a nézetek rendszerbe foglalják, a dogmák pedig börtönbe zárják. Akkor menjünk van interjúra, ha úgy érezzük, hogy van egy jó, jó válaszunk, vagy akkor is, ha nem? Nem. Mindenképpen kell kóan interjúra jönni. Kiválasztasz egy elvonulást, arra eljössz, mert tudod, hogy tiszta, tudat, rendes ház, ugye? És akkor egy kicsikét kitisztítod az egzisztenciádat. Először belül, aztán kívül, és az elvonulásnak nálunk része a interjú. Zentáborban nincs, mindenki nyugodjon meg, nem fogja senki se berángatni őket egy szobába, ahol van egy zembot és a hozzátartozó tanító arc. Ilyen nincs. De az elvonulás egyen és kettőn olyan van, azért jövünk. Az elvonulásnak része a kuhan interjú, honnan tudjam, hogy mit csinálsz a párnán. Akár nézhetsz tévét is, vagy valami sorozatot, vagy elmehettél moziba, hogy a kékszakáló herceg várába nyitogatod a szobákat. Az iránytartáshoz kell a tanítás, az endben a kuhanok -ok az igazi szemek, és szépen darabonként. És akkor biztos, hogy nem a karmádat forgatott körbe-körbe a személyes vidámparkban, épp az elvarázsolt kastély fejezetet. Tessék interjúra járni, egyébként az elvonulás azért kell, hogy valami minősége legyen, hogy csak úgy felhívod az ms hogy jaj, 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 lenne egy jó cool megoldásom, mondjad bátran, hallgatok, kösz, gyere elvonulás a És nem azért, mert én kegyetlen vagyok, hanem azért, mert a tudatod egyszer nem tudtam megugrani azt a szintet, hogy valami értelmes, intuitív, világos választ adjon, hanem a szokásuk, ugye az elmeműködés segítségevel odapöktek valamit, hogy pótszer, próbáljuk ki. Törekedj, gyakorolj. És hogyha valami nagyon-nagyon viszket, akkor tényleg próbált ki, hogy akkor az, az működik, jó megoldás? Kéne egy kis elvonulás ahhoz, hogy a tudat legalább elérje azt az utazó magasságot, amikor esélyes, hogy meghaladja a saját szokásrendszerét. Az együttérzésről szeretnének kérdezni? Mondja. <sítható> <sítható> azzal kapcsolatban, hogy ez az érzés lehet-e szelektív? Tehát egy bűncselekmény elkövetőjével szemben is érezhetünk, Igen, el érezhetünk együtt, és hogy akkor nem követünk el valamiféle igazságtalanságot a bűncselekményen szenvedőjével szemben. Tehát, hogy... Ugyanolyan együttérzéssel kell fordulni mind a két fél felé. Korábban mondtad, hogy ha valakiért mondjuk a Kwan Szembó akkor ezt a szívbe irányozzuk. Tantien vód, de a szív az kinyílik mindenképpen, hmm. de hmm. minden mantrát az ember a tantienbe, tantienbe teszünk. teszünk, különben túltöltjük itt a felső központokat. Hmm. Jó. Akkor ehhez kapcsolódik, hogyha valaki beteg, akkor van az emberi speciális mantra, amit ilyenkor mondunk, hogy akkor is a konszembózárt? Kanszembószál az egy ilyen tényleg nagyon erős, általános együttérző mantra, a specifikus az a jakszajorebbul, az a gyógyító bótiszatva. Tehát ha azzal van komolyabb lélekkapcsolat, tehát érzed, hogy működik, mert nem belülről jön, akkor nem úgy jakszajorebbul és mehet. De a kanszembószál ugyanúgy, mint az együttérzés, ugye miről ismerszik meg az együttérzés, hogy megolvasztja az akadályokat. Uh -huh. Nem áttöri, nem villás megemeli, hanem elolvasztja. És ezért annyira gyöngének tűnő, de mindenen áthat a konszembó számantra. Énekelsz bizonyos ilyen soklóerős mantrákat, és érzed, hogy hú, hát történik, meg ez, meg az. énekelsz, és úgy tűnik, mintha semmi nem történne. Igen, és közben visszapattam valahonnan, és tényleg megtörtént. Tényleg hatásos volt, de semmit nem érzem belőle. Pont ezért. Mindenen átmegy. Mindenen. Tehát az együttérzés a legerősebb. Miért? Mert nem egy érzelmi pozitúra. Tehát hirtelen visszatérsz abba az állapotba, amikor lényegileg teljesen nem különbözünk. Karmákban igen. Tehát az együttérzés visszatéri ehhez a lényegi azonossághoz, vagy egy olyan lényegi tapasztalathoz, ahol nem merül föl az azonosság vagy különbözőség. Ez helyesebb, ez a második, csak hosszabb. És amikor ebből az állapotból küldesz valamit, akkor az instant ott van, azon nyom van. De épp nem tudod, nincs külön visszajelzés. Nem pattan vissza semmi, az elme nem rezdül be, de mégis ott van. Fordítva, ha tényleg együtt akarsz érezni valakivel, akkor nem érzelmeket kell halmozni jobbra balra és beállítani magamat, hanem pont mindent, mindent kitakarítani a szobából, és elérni azt az állapotot, ami a nem kettősség a teljes egyévállás állapota, és abból természetes módon megszületik az együttérzés. A igazi önvalónk funkciója az intuíció, és a nem kettősség tapasztalatából természetesen az elmeműködés bármiféle erőltetésen nélkül következik a cselekvő együttérzés és a nem dualisztikus bölcsesség. És gyakorlás nélkül nem megy. Tehát nehogy azt hitt, hogy a bölcsesség az valami speciális elmeszülemény, sőt, pont azt szokta letakarni az eredeti tiszta bölcsességet, ahogy az együttérzés sem egy ilyen elképesztően bonyolult érzés kombináció, amit ráeresztek a másikra, és kész. Nem, sokkal egyszerűbb. Pont ezek az önös érzelmek, az elgondolások, ezek szokták az útját állni. Ezt kell kitakarítani. És akkor spontán megvalósul. Tehát a mantra praxis ezért jó. Ülő meditációban ö, általában a, az elején a mi kérdés feltevés utána az aktuális ö, gondolataim, érzéseim jönnek elő. Az a tévéiradó, az vala, rendben van. Valam, valamikor ö, tapasztalok egy nem mozduló állapotot valameddig, és nagyon sokszor hallottam, hogy bizonyos mély tudattartalmak feljönnek az meditáció során, és ezt viszont nem igazán tapasztalom, ellenben utána igen. Sokszor utána, teljesen olyan dolgok a múltamból előjönnek, amikről most eddig büszke voltam, amíg szégyen, most még velem is Jézusom. És azt lenne a kérdésem, hogy ez baj-e? Van-e baj így a gyakorlattal, hogy alapvetően inkább az aktualitások? Egyik se gond, csak ne ragaszkodj ezekhez a jelenségekhez. Annyit tudj, hogy az elmének a rövid memóriatára, az ezt a teendőlistát, meg a különböző hátralékokat, felbontatlan borítékokat, ezeket mind szépen tárolja, a nincs semmi baj. Ha kellő ideig gyakorolsz, ezek kipörögnek. Tudod, hogy az apát reggel mit csinál a templomban meditáció alatt? Nehogy azt itt, hogy valami emelkedett ilyen nirvanisztikus állapot. Nem, az aznapi teendő lista így fut előtte. Hát na, na hát dolgozik. Este, hogyha jól dolgozott, akkor már nem ez van. Tehát elvonulások alatt van csak egy olyan, hogy ez a tévéhíradó megszűnik, teendő lista ki, ezért elvonulás, ezért visszavonulás. És akkor szerencsés esetben beállnak ilyen rövidebb, hosszabb állapotok, amikor nincs elme tevékenység, nincs tudatos gondolkodás. Na most ekkor kapcsolódik ki az önképgyártás mellett az önvédelmi mechanizmusok nagy része. Ekkor az állajavigyánából, a mély tudatból, feljöhetnek olyan tudattartalmak, amelyek csak arra vártak, hogy te ne taszítsd vissza őket a mélybe, a sötétbe, és mivel traumatikusak valamilyen módon kilógtak abból a sorból, ami az élményeknek az átlag frekvenciája, és vagy nagyon örömteliek voltak, vagy nagyon szomorúak voltak, vagy nagyon éltettek téged, vagy nagyon meg akartak halasztani téged vagy elképesztő örömöt jelentettek, vagy olyan borzasztó veszélyt jelentettek. Az történik, hogy ezeket a felszíne dobja a tudatosság, mert nem állja útját az elme tudatos tevékenysége, tehát a fogalomalkotó gondolkodás, a megkülönböztető gondolkodás, és ezeknek a folyamányai van még, csak most nem adom meg az egész listát, mert itt tűnék reggelig. Nagyon fontos azt látni, hogy a meditáció az ugye pont ezt kellene, hogy csinálja, hogy az én képzetet és a hozzá kapcsolódó duális tevékenységet kikapcsolja. És ekkora lélek öntisztulása beindulhat. Zárójel, hogy a test öngyógyítása is beindulhat. Mert a tudatosodás az útja mind a kettőnek. És nem úgy, hogy rángatom az emlékeimet, vagy rángatom a megkülönböztetéseimet, hogy én ilyen akarok lenni, a legrosszabb, én éntelen akarok lenni, hát ez, az, katasztrófa. Tehát hagyj föl minden ilyen elme tevékenységgel. És amikor ezek a erőteljes duális tudatalatti tartalmak megjelennek, akkor csak láss. Amit hallottál a bevezetőben, ez a mozdulatlan tudat, ez úgy működik, mint a tiszta tükör. Tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És ebben a látásban, a nem dualisztikus, nem kettősségekre alapozott látásban a korábbi karmák feloldódnak. Ez a látás általi megszabadulás. Látod azt, hogy ezek a minőségek, amiket te addig tároltál, ezek önmagukban nem léteznek. Kivonod belőlük az energiát, megszűnik önálló léttel bírni, megszünteted az azonosulást, és ezek egyszerűen össze tudnak omlani, úgy, ahogy van, onnan tudod, hogy rengeteg energia szabadul föl. Mert amit bennük tároltál, azok hirtelen cssz, szabadok lesznek. Az összes energia kvantum, úgy, ahogy van. Onnan is tudod, hogy helyesen működik, hogy ezek az élmények visszatérnek a személyiség normális tárházába. És nem fognak macerálni se álomban, se ébrenlétben. Hogyha valakinek állandóan visszatérő álma van, akkor legyen szíves belenézni és megkérdezni, hogy mi ez, honnan jön tudattalanod állandóan üzenetet küld, és az álom az még egy kiméletesebb forma, mint hogyha a térben szépen valahol a mindennapi életben manifestálnál, mondjuk egy fejedre eső tégla, vagy egyéb baleset formájában. Tehát nagyon-nagyon durva visszacsapásai vannak a tudattalamban elfolytott tartalmaknak. Figyeljünk! Tehát a látás az azért gyönyörű, mert nem folytja el, és nem éli ki. Ha kiéled, az a tragédia, ha elfolytod, az a még nagyobb tragédia. Egyik sem jó. A látás általi megszabadulás, és mindenhol ott van, zen, dzogcsen, egy kis advaita védánta, mindenhol ott van, csak meg kell találni. És akkor ezek az elképesztő duális kapcsok, ezek elmúlnak. És visszakerül a személyiség normális emléktárába, onnan tudod, hogy elnyomás nélkül eltűnik, és nem fog eszedbe jutni többet. És jön a következő szabadíts meg az illúzióktól, kérlek, mondja a korábbi tapasztalat, és mihelyt leszeded a jó és a rossz abszolút címkéjét róla, szépen visszamegy a helyére. Ez a meditációnak az egyik mellékhatása. És te közben ott ülsz, és ne ítélj a saját folyamot fölött, mert akkor viszont visszafordítod a folyamatot. Az ítéletalkotó gondolkodástól és érzelemformálástól szabadíts meg, uram, minket, mert ez lenne a megszabadulás útja. Az együttérzésből, hogyha felháborodás, agresszivitás származik, hogy akkor, akkor mi, milyen hiba történik? Ez tévedés. Ez egyszerű tévedés, hogy az együttérzésnek érvényt lehet szerezni felháborodással és agresszivitással. Mert az együttérzésből könnyen legyárthatunk egy olyan tudatot, hogy én együttérzőbb vagyok, mint te. Nekem igazam van. Te kevesebb vagy. Te ezt nem látod át és én jó kis agresszívan megmondom neked, hogy mi a pálya. Nem hiszed el, még agresszíva vagyok. Ezt a hibát nanoszekundumonként el szoktuk követni. Akkor én is az együttérzéshez kapcsolódnék. Neki mélyé. Hogyha képes vagyok feljutni erre a magasabb szintre, hogy tényleg együttérzek, tehát az együttérzés bölcsességnek a Magaslataira, de úgy ténylegesen, akkor azt le tudom-e abból mérni, hogy, illetve hogy automatikusan az a másik ember, vagy emberek ö, is arra a szintre kerülnek. Nem. Mert nem ugye fognak. Úgy, nem? És ne tegyük magaslatra, mert onnan lehet nagyot zuhanni. Tehát a minőséget azért ne tegyük dimenzióba, mert egy másik illúziót ráraktunk. Tehát, hogyha elértük az együttérzés és a bölcsesség magaslatát, akkor mi is a magaslaton vagyunk. Hát vigyázzunk ezzel. De nem azért, hogy én a magaslaton legyek, de hanem hát azért, hogy megoldjam velük. azokat a minőségeket. Persze rögtön ugye kibocsátanád a világra egy pozitív emanáció keretében, hogy akkor a többiek is emelkedjenek, hogy ne legyünk egyedül a magaslaton. Egészséges dolog, de ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy más karmáját nem veheted át, de segíthetsz másoknak vinni. Hogyan? Hát például, hogyha a kérdésük van, válaszolsz rá, ha segítséget kérnek, megadod nekik. Ha utat tévesztettek egy útirányjal, a még hozzá úgy, hogy nem várod el, hogy elhiggyék. Ott állsz a tálcán a szerel, de ha ő vérezni akar, akkor fog. Mert nem veszed el az autonómiáját, ha elvennéd, akkor a karmáját is magadra vennéd. Ez a hamis azonosulások legszomorúbbika, mert a saját helyzetedet úgy rontott, hogy közben az övén nem könnyítettél. Tessék megnézni. És ne várd hogy... azt, hogy spontán mindenkit megszabadítasz a szenvedéstől. Az az ő dolga, de belőled meríthet inspirációt, tanítást, egyebet. Ez bőven elég. Mindenki saját izsákkal jön ide. Senki sem a szomszéd izsákját hozta a kis karmájával születéskor, az a sajátod. Abu pakogassunk ki megbe. Ez az egyéni felelősség. Ezt nem lehet elodázni. Mindenkinek ott van. És ez a szellemi felnöveknésnek a gátja, akkor azt mondja, hogy majd én helyetted megoldom. Nem. Senki helyett nem lehet enni, inni, aludni, szeretni, haladni, semmit nem lehet mások helyett. De segíthetünk egymásnak. Ha így nézed, ez egy gyönyörűen egyszerű középút. Na ezt tartsuk meg, kérem. Egymás segítése nélkül nem megy, de ne higgyük azt, hogy egymás helyett el tudjuk végezni a feladatot. Nem szenvedtetek-e valakit vagy valakiket körülöttem, ha mondjuk Családi szigorú probléma? Vagy család, igen. Ugye? De nem egy Legyi, személy. Tudom, legyél egyszerűen konkrét. Legyen ma drága lelket. Gondolod, hogy engedlek általánosságokkal kihaladni innen? Olyan nincs. Nem neveket kérek, nem akarok titokhordozó lenni. Mondjál valami valóságos, és nem valami általános. Na. Rugaszkodjál neki, tessék. Tehát hogy túl, úgy érzem, hogy túl nagy terhet ró rám a családom. Mert átveszed én... anyuka, anyuka karma. Ha ott hagyom őket, tehát nem foglalkozom velük, mert ez az ő problémájuk, mondom én. Hány évesek? Hát mondjuk 79, meg 34. És még? Az egyik, a másik. És még? Ki van még? És még 46. Na, a 46 az kicsoda? A testvérem. Oké. Okay. Az a legnehezebb pont. Öt hagytad utoljára. Figyeled a saját önvédelmi mechanizmusaidat? Gyönyörűen jönnek, és nehogy azt itt, hogy bennetek nincs, mindenhol ott van. Csak ő főtett a kérdést. Nézd meg, hogy miben tudod segíteni őket. Ez nagyjából a kérdéseikből, az igényeikből, a vágyaikból, az averzióikból mind-mind kiderül és pontosan annyit segíts nekik, amennyi az adott feladat elvégzéséhez kell. És ne akart helyettük megoldani, és ne akard őket meggyőzni arról, hogy neked van igazad. Tehát a család az egy olyan intim környezet, ahol az ego kinövések legkisebb kis antennája rögtön beleütközik egy másikba. Javaslom, hogy közösen tegyetek föl kérdéseket, ahelyett, hogy a teljesen egymásnak feszülő véleményeket állandóan ott masszírozni kelljen. Tegyünk fel egy jó kérdést közösen. Mi legyen az? Hogyan mosogassunk el vacsora után? Ez nem egy olyan egyszerű történet, mint ahogy ezt gondolod. Családi munka, megosztás, kimenjen le vásárolni, tehát rakjuk egy kicsit újra ezt az egészet. És hogyha lehet, akkor a hatalmas viták, hogy az egymásnak feszülések közepette, Merj csöndben maradni és kipörgetni az egészet. Nem szólsz vissza. Ott vagy, gesztus nyelven sem szólsz bele, nem nézel senkinek a szemébe. Ott vagy, és a pillantásodat a térben nyugtatva mindenkinek a jelenlétét, a szavai tudomásul veszed és nem reagálsz. És előbb-utóbb észre fogják venni, hogy anyuka valami baj van. Nem, nincs. Nem passzív agresszió. Uh -huh. Nem, az egy más hozzáállás. Figyelsz. Előbb-utóbb csend lesz. És akkor lehet tényleg elkezdeni beszélgetni. Nagyon nagy kötélhúzás az, hogy hogyan tudod az energiákat befelé fordítani, hogy valami belső fókusz kialakul, és egy picikét tudatosabb legyen. Egy olyan rendszerben mondjuk, mint a nyolc létű ösvény, olyan alapozás kell hozzá, hogy ez a befelé fordulás, pratja ez az ötödik. Hát előtte évekig dolgoznak, hogy az valójában tényleg sikeres legyen belőle. Gondold el, hogy egy családi kultúrában, ahol nincs mondjuk spiri gyakorlat, hogy ez olyan könnyű, azon rávetítjük egymásra. Olyan projekcióink vannak, hogy egy nanoszekundom alatt elhisszük, hogy az úgy is van, hogy az te voltál, te meg ilyen vagy. Én nem, én soha, én bele se szóltam. Nem is vagyok itt, csináljad már, nem érted? Szóval ez így, ez így nem megy. Kicsikét fel kell ébreszteni a családtagokat, hogy valójában az ok és okozat hogy működik, családi kultúra hogyan működhetne, a ha hagynánk, és hát azt tudjuk, hogy ez az elképesztően szoros kapcsolat, ez vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz. És pont az intimitásnak a kényszere, a lehetősége, az elképesztő hő, ugye, amit ezek a kapcsolatok fejlesztenek, ez vagy középre megy, vagy szétesik, és ha szétesik, akkor vagy atomerőmű, vagy atombomba. És az igazi mágia az, amikor egy potenciálisan atombombaként működő kapcsolatból te atomerőművet csinálsz. Na, ez a középút működése. Honnan tudod, hogy szerettem volna jelentkezni? Ahhoz nem kell zenmester, hogy az arcodra nézve azt lássam, hogy valami mocorog. Mondja drága, mondja. Hát nagyon kapcsolódik az én problémám az, az előttem szóló problémájához. Ö, annyi a különbség, hogy a nekem is két testvéremmel van gondom, viszont mind a két testvérem a hát, fogyatékos ö, szellemileg bizonyos szinten. Tehát ö, hogy tudom őket, vagyis hogy mondjam, én ö, úgy érzem, hogy nem tudom őket már segíteni mert egész eddig, eddigi életem során segítettem. Szeretném a saját magam életét élni. Egy kicsit úgy befelefordulva, fordulva, és egy kicsit úgy megismerve magamat, és ezzel foglalkozni. Viszont ahogy ők nem tudnak egyedül megélni. Tehát úgy anélkül, hogy valaki irányítsa őket. És nekem az okoz nagyon nagy lelki nyugtalanságot, hogyha én őket korlátozottan cselekvőképessé nyilvánítom. Az is még egy nagyon rossz dolog, hogy ők ott vannak ketten, és egymásra támaszkodva tudnának segíteni egymásnak. De ők ehelyett ellentétben vannak, és, és veszekednek, és gyűlölik szinte egymást. Még a nem értelmi fogyatékosokkal is nehéz ez, de bocsáss meg, ott, ahol az elme törött, és nem megfelelő, ott a legatavisztikusabb, mély intoleranciák a felszínen jönnek. Ezt láttam különböző környezetekben, különböző kultúrákban, és nincs másképp. Tehát én az időskori demencia állapotában láttam ilyet, Koreában, csoportban, Magyarországon, öreg otthonokban, családban, nagyon sok helyen. Tehát ezen te nem tudsz változtatni. Tehát én arra kérlek, hogy úgy vidd a vizet a sivatagban, hogy közben nem halsz, szomjan. Úgy segíts nekik, hogy te közben nem válsz ennek az áldozatává. És ehhez kell a professzionális segítség, ehhez kell az a szolgálat, egészségügyre gondolok, amely a családi karmát, a csoportkarmából kiegyensúlyozza, mert ezért fizetünk, ezért tartjuk fönt az intézményrendszert, és ez az, aminek a család segítségére kellene sietnie akkor, amikor erről szó van. És én arra kérlek, hogy minden olyan előfeltevést, olyasféle elgondolást, amit eddig magadban tápláltál, teljesen tegyél félre. Nem önző dolog életben maradni, akkor, ha ezáltal segítesz másokon. Itt lehetséges, hogy pont ez az átminősítés lenne az út. Megnyitná az utat a különböző gyógymódok, szervek, orvosok és egyebek elérése előtt. Ne azt nézd, hogy te hogyan hozhatsz nagyobb áldozatot, mert ki fogsz merülni még jobban. Azt nézd, hogy hogyan segítheted őket úgy, hogy mások erőforrásait, mint például az intézményrendszer erőforrásait erre tudod fordítani. Ez nem önzés, fogjuk föl. Én magamtól tanultam meg az azent könyvekből, videókról, innen-onnan. Hál' Istennek a karataiban. A könyvekben és a videókban te szerepeltél? Nem, a akkor, mesterek. Akkor másoktól tanultam. Igen, az magán magánúton, így van? Igen. Csak igen. hogy tisztázunk. Jól van. a karatéba szerzett testudatomtól annyit azért tudtam, hogy hogyan tartsam a kezem, hogyan tartsam a hátam, meg ilyeneket. Egy valamiben nem találtam megegyezést a tanításokban, a légzés. Hogy te mit tanácsolnál? Valahol... javaslok. igen. Valahol pontról pontra leírják, hogy a Titan pont, hogyan orron szájon, hol a nyelved. Valahol csak annyit ír, hogy ülj le, és majd jön. Az nem csak a légzés. Ha nagyon jön, föl kell állni. Tudom. tudom. Ebből szóval gondoltam, a hogy te mit tanácsolsz? Figyeld azt a légzést, ha már folyamatos, és legyen természetes. Tehát a mi meditációs stílusunkban nincsen mesterségesen szabályzott légzés itt most. Általában, hogyha figyeled a légzést, akkor a kilégzés természetesen meghosszabbodik, és tantien fókusz van. Meditáció közben általában, de nem kötelezően a nyelvet fölteszed a lágy szájpadra, ajkak zártak, fogak nem zártak, állat egy picit behúzod, fejet nem hajtod le, és akkor, ahogy egyébként dandászanában szoktuk, egy teljesen gyönyörű, egyenes tartás. Tehát korona csakrától egészen az ülő gumókig egy egyenes valami és nem feszes, teljesen öntartó. A Mahamudra azért fér el itt elő, mert pontosan kiegyensúlyoz ezt az egészet. És itt a lélegzés egy annyira természetes, mint egy membránnak a ki és be hajlása, áramlás az egész. És tudatában vagy, de nem irányítod, és a figyelemtől lesz az, ami. És a figyelem itt van lent a tantiemben, az kivonja az energiát a felső három eléggé terhelt csakránkból, és nem engedi lejjebb. Itt megmarad a Mahamudra gyönyörűséges természetességében. Hogy ezt a légzést ajánlom, amikor zent gyakorolsz. Amikor jogát gyakorolsz, akkor mondjuk itt az astanga légzés típusát és légzésmódját kell követni, mert az az. És akkor megfelelő módon, hogy ha a részletek érdekelnek, Katitól megkérdezed, és akkor elmondja. Jó? Köszönöm. Szívesen. Hát igazából nekem több kérdésem is lenne. Az egyik az az, hogy nem szokták érteni, amikor azt mondom, hogy a gondolataimban gondolkodom, de hogy ez így, nem tudom. Szóval... A gondolataiddal, vagy a gondolataidban? Nem a gondolataimban gondolkodom, tehát amikor nincs meg a gondolatmenet, csak a végeredmény, de az tudatosan úgy mond, hanem csak hogyha szükség van rá. Érdekes lény vagy te. Ezt már szokták mondani. És ezt tudod, hogy nem volt kérdés. Mi a kérdés? Hogy akkor ez igazából most nálam akkor a tudat alatti én annak a táv, vagy ez csak az én kis hülyeségem, vagy nem tudom. Milyen színű a padló? Ba, világos. <laughs> Szürke, ugye? Szürke. Hát szürke, hát ránézel, szürke, így van? Ilyen szürke Maradjunk meg ennél. Az elmének az összes öndefinícióját így kellemesen törölhetjük, mm. és ezzel a tiszta percepcióval, mint például az, hogy a lámpa világít. Ez a ruha világos szürke. Halljuk a közönség gyöngéd mozgolódását a jogaterem vízhangjában írhatsz egy ilyen kis személyes pillanatnyi novellát ebből. Na erre javaslom fölváltani ezt a nem kevésé kacskaringós öndefiníciót, amelyre semmi szükség. Jó? Uh -huh. A másik kérdésem meg az lenne, hogy az állatoknál is, tehát ők is ugyanúgy, mint az emberek, hogy ugyanúgy lélek, hogy náluk is ugyanígy megvan ez a karma, meg a lélekvándorlás. Van kutyád? Igen. Van. Tőle kérdezd meg. Egyébként javaslok egy filmet, A Dog's Purpose, egy kutya élete vagy célja, attól függ, hogyan fordították, oda belemerték tenni. Azt nézd meg. Csak műelményként javaslom, a kutyád jobbat fog tanítani neked. Szeretném, hogyha mindannyian tudatosan járnánk az élet és halál körforgását, mert minél tudatosabban tesszük ezt, annál kevésbé traumatikus, annál több célt tudunk adni az életünknek, és annál kevésbé kell félelmek között meghalnunk. Örülök, hogy ma ennyien egybegyűltünk, hogy a darmát közösen láthattuk és hallhattuk. Megköszönöm házigazdánknak a vendégszerető fogadtatást, és remélem, hogy továbbra is Időről időre találkozhatunk, gyakorolhatjuk a meditáció, illetve a jóga nemes mesterségét, elérhetjük a felébredést, és megszabadítunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen!